A szokatlanul enyhe téli időjárás után megérkezett a hó Közép-Európába. Horvátországban Lika és Gorszki Kota régiókban esett a legtöbb hó, míg a tengerparti területeken heves esőzés és erős szél volt tapasztalható. A hegyvidéki területeken a csúszós utak mellett a köd is nehezítette a közlekedést. A téli körülmények miatt több régióban is korlátozásokat vezettek be az utánfutókkal közlekedő teherautókra. Ausztria déli területein közlekedési balesetekhez és dugókhoz vezetett a hóesés. A Stájerországon keresztül vezető A2-es autópályán több teherautó is elakadt. Néhány alacsonyabb rendű utat pedig kidőlt fák miatt kellett lezárni. Ausztria alacsonyabban fekvő részén is esett a hó, azonban napközben el is olvadt, így nem okozott nagyobb fennakadásokat.